Totally Spies. A született kémek. Rushmore hegység 11 óra 37 perc. Apa, ez olyan unalmas, csak egy csomó szikla halott fickók arcképével. Még egy képet csinálok. Mosolyog! A zsugorító. Venice Beach, 2 óra 23 perc. Mi a baj, Clover? Mi történt? Ki mi csaklott a bokán? Ah, nem, jól vagyok. Akkor meg miért bénázol itt? Figyeljetek és tanuljatok! Jaj, sajnálom! Nem esett bajod? Semmi baj. Ne aggódj miattam. Hű, ez ügyes volt. Nagyon ügyes. Persze, szombat este tökéletes lesz, Jason. Remek! Nyolcra érted megyek. Aha. Láttátok ezt? Randevúzni fogok Jason Roberts-el. Mandy annyira féltékeny lesz. Már vagy ezer éve pályázik rá. És... Jaj, bocsánat, Jerry. Semmi baj, csak éppen a vadonatúj műholdunk millió dolláros prototípusát tettett tönkre. Kémek, fontos feladatom van a számotokra. Híres épületeket loptak el a világ minden tájáról. Hogy lehet ellopni egy épületet? Nem szokták őket valahogy a földhöz rögzíteni? A tettesünk talált eljárást arra, hogy összezsugorítsa és eltüntesse őket. Van néhány videófelvételünk turistáktól, akik látták az eseményeket. Ó, bocsánat. Nos, úgy néz ki, hogy ez a tolvaj nyugatról keletre halad, úgyhogy számításaink szerint a következő célpont Taj Mahal. Tök jó, elmehetünk Mexikóba. Indiába. Igen, és diplomatákként fogtok utazni. Itt vannak a papírjaitok, az igazolványok és a ruháitok. És most az eszközökről. A mai felszerelések egyike egy szájrúzs-titánium-rút kombináció. Ó, a rózsaszín nem áll jól nekem. Egy lokátor-deaktivátor lézeres fejpánt, turbó meghajtású rakéta hátizsák, teleszkópos optik 2000 fényképezőgépes napszemüveg, lézervágó szempillaspirál és bámob. Az valamilyen ízletes, gyümölcsös cukorka? Nem, hanem egy bármit megmászó oktán meghajtású bicikli. Még egy dolog, Jerry! Szerinted meddig fog tartani ez a küldetés? Nem tudom, addig, amíg meg nem találjátok azt, aki az egész dolog mögött áll. Csak mert randevum lesz szombat este, és jó lenne, hogyha addigra... Taj Mahal, 10 óra 33 perc. Hűha, ez csodálatos. Ez még nagyobb, mint a házak a Beverly Hillsen. Nem értem, miért kellett ennyi ruhát magaddal hozni. Divat krízis. Ki kell választanom, mit vegyek föl szombaton? A randevúzás első szabálya, a ruha minden, de lehet, hogy ez az élet első szabálya. Úgy látszik, Jerry megfeledkezett valamiről. Hogy fogunk bejutni? Diplomaták vagyunk, elfelejtettétek? Befolyásosak vagyunk. Ha? Felújítás miatt zárva tartunk, nem jöhetnek be. És most mi lesz? Gondolkozom. 4 napon van a randevúig, sietnél egy kicsit? Ha, gyertek utánam. Én nem tudok így mozogni. Ne aggódj, majd én megoldom. Mivel a rövid az idei szezon hosszúja, arra gondoltam, hogy szabadalmaztatom az ötletemet.
Rendben, tegyük azt, amiben a legjobbak vagyunk. Jó, mutasd meg, merre van a bolt. Nincs itt semmi gond. Felhívom Jerryt, és megmondom, hogy elszámították magukat. Várjatok, mi ez? Vagy egy nyomkövető eszköz, vagy egy tuti jó hangulatlámpa. Hadd nézzem. Vigyázzatok, a falak közelednek! És a plafon is! Össze fognak nyomni! Gyorsan az ajtóhoz! Be van zárva! Nem lehet kinyitni! Vigyázz! A Cyrus titánium rút biztosan tud segíteni! Az ideje, hogy felhívjuk Jerryt. Hello, hölgyek. Jerry, a Taj Mahal valahogy eltűnt, ha tudod, mire gondolok. De megszereztük ezt a nyomkövetőt. És ahhoz, hogy megtudjuk, ki áll a dolog mögött, tudnunk kell, hogy működik-e még más nyomkövető is ugyanezen a frekvencián. Lássuk csak. Aha. Egy halvány jelet észlelek Kínában a nagyfal mellett. Tehát ezek szerint Peruba megyünk? Nem, Kínába. A kínai nagyfal délután 3 óra 57 perc. Bárcsak találna ruhát is nekem a randevumra. Ez a lokátor meg fogja találni a nyomkövetőt, ne féljetek. Aha, ott vanni. Most deaktiváljuk. Mondom, most deaktiváljuk. Majd én. Tessék! És ti azt hittétek, azért hordom ezt a cipőt, mert csinos. Találtál valamit, Alex? Még nem. Hű, a mindenit! Mi lehet az? Egy fekete kört látok, vagy fekete pöttyöt? Nem, inkább olyan, mint egy fekete rizsszem. Miért nem közelítesz rá? Ja, tényleg... Hé, ez egy fekete léghajó. Két emberrel a fedélzetén. Akkor gyerünk, kémek! Repülés! Hogy jutunk be? Ezen a vackon van turbó, ugye? Szólhattál volna, hogy mire készülsz? Oda nézzetek! Van egy olyan érzésem, hogy ez az a zsugorítógép, amely mindenért felelős. És ott vannak az emberek, akik irányítják. Ezek alig fél méter magasak. Nem érdekel, hogy nem találjátok a nyomkövetőt. Használjatok kézirányítást, de szerezzétek meg a nagy falat. Aztán azonnal térjetek vissza a szigetre, hogy megnézzük, mi romlott el, és nekilássunk a tervem többi részének. Igenis. Ki kell kapcsolnunk azt a gépet? Ez segíteni fog. Ha? Mi volt ez? Megnézem. Áttérünk a B-tervre. A szellé betolakodók! Nesze nektek! Skanderozni ezekkel a törpékkel! Sinclair, kapd el azt ott a gép mellett! Én vállalom a másik kettőt! Elkaptalak! Én nem vagyok ebben biztos! Lőj rá az Alpha X9 sugárpisztollyal! Jaj, nem, ezt nem hiszem el! Összezsugorították Clovert. Megvagy. Most örökre így maradok. Gyorsan, a másik kettőt is. Hát ez nagyszerű. Hogy fogom így felpróbálni a ruháimat?
A Clover nadrágján talált fura lila anyag alapján kiderült, hogy ez csak egy ember műve lehet. Zsugorító Smallsé. Zsugorító kicsoda? Smalls. Régebben a WUP tudósaként azon dolgozott, hogyan lehet a méret csökkentésével az erőt növelni. Baleset történt, és két testvére összezsugorodott, de borzasztó erősek lettek. Úgy látszik, Smalls továbbfejlesztette a módszert, és bosszút akar. Bárcsak elment volna pszichiáterhez, akkor a világ nem lenne most bajban. Szokatlan sugárzást észleltünk egy dél-kínai tengeri szigetről, Jarnéziáról. Szakértőink szerint ott táborozhatnak. Biztos erről a szigetről beszéltek. Azonnal oda megyünk. Smalls veszélyes, úgyhogy legyetek óvatosak. Hé, és velem mi lesz? Igen, már dolgozunk az ellenszer kifejlesztésén, Clover. Jó, mert tudod, holnap után rendezvum lesz azzal a fiúval, Jasonnel, aki... Tudom. De elmeséltem neked, milyen édes ez a kis gödröcs, amit... Bocsánat, nem túl jó a vétel. Viszlát! Jarnézia szigete fölött este 7 óra 4 perc. Ezek a pálmabok fantasztikusak! Szuper volt! Hú, micsoda sziklák! Nézzük meg belülről is! Pontosan ezt fogjuk most tenni! Ez a bámob hihetetlen! Nézzétek, ott a fogadóbizottság! Jaj nekem! Vigyázz és tűz! Megint tűz! Mintha egy számítógépjátékban lennénk! Jaj, ne! Csapdában vagyunk! Csak nyugalom! Á, lássuk, el tudnak-e kapni minket! Talán a tetőn keresztül bejutunk. Nincs elég súrlódás! Úgy látszik, a biciklik mégsem másznak meg mindent. Van egy ötletem. Így már biztosan jó lesz. Ugye nem az én kedvenc övemet használtad? Indulhatunk. Clover, köszönöm, hogy a kísérleti nyulunk voltál. Most, hogy látom, milyen jól működik a szerkezet embereken is. A világ leghíresebb építményei egy helyen. Elhatároztam, hogy nagyobb dolgokba kezdek, ahelyett, hogy összesugorítanám és ellopnám a világ legszebb épületeit. A világ legnagyobb városaival fogom ugyanezt tenni. Az emberekkel együtt, hogy legyen kiken uralkodnom. Figyelj, haver, ezt biztos nem úszod meg szárazon. Ó, te akarsz megállítani. Rendben, változtassuk őt hangyává. Itt az idő. Én elkapom az idegesítőt, te meg a másik kettőt. Rendben. Mondtam, hogy én kapom el az idegesítőt. Tudom, de akkor miért erre ugrottál rá? Ő az idegesítő. Nem annyira, mint a másik. Ha 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 ha
Nos, amikor ez a gép szépen bemelegszik, ti lányok porszemnyire fogtok összezsugorodni. Kár, hogy én nem leszek itt megnézni, de össze kell zsugorítanunk egy várost, Tókiónak hívják. Talán hallottatok már róla. És most nem érem el az eszközöket! Nézzétek, a lézervágó szempillaspirálom itt van nálam. Egész idő alatt lehettek volna gyönyörű pilláim, és én nem tudtam. Ez szoros volt. Meg kell mentenünk a várost. Vegyétek fel a rakéta hátizsákot, és induljunk. Várjatok! Tokió, este 9 óra 6 perc. Ott vannak, és majdnem készen állnak. Tönkre tehetnénk a ballon kormányzó rendszerét, hogy Smolt ne tudja egyenesben tartani. Ja, hogy szökhettek el ezek az idegesítő kis mitugrászok? Elegem van! Adjátok ide a kézi Alpha X9-et! Vigyázz! Azt hiszem, lát minket! Igen, lát minket! Szét kell válnunk, vagy soha nem kerülünk közelebb. Fedezzetek, felmegyek! Ezt a méretet próbált ki! Ez az itt van! Nézni sem bírom! Én sem! Lányok, van egy ötletem? Jól van, itt vagyunk, és most? Kövessetek! A rakétámból kifogyott az üzemanyag! Az enyémből is! Tényleg, az enyém jó! Alex! Ó, jaj, ne! Én is teljesen kifogytam! Csapdában vagyunk! Mondta, hogy mi bírjuk tovább! Most kezdődik az igazi móka! Kész! Cél! Tűz! Ígérem, hogy találkozunk még! Kémek, gratulálok! Remek munka volt! Kösz, Jerry! Hé, lányok! Ha-ho! Lehetne kicsit finomabbak! Beverly Hills gimnázium, este 6 óra 35 perc. Szerencse, hogy megtartottam a régi babaruháimat. Várjál, kinyitom. Szia, ezt hoztam. Nekem? Na jó, gyerekek, gyorsan! Lőjetek rám ezzel a pisztollyal! Aztán épp elég időm lesz kibújni ebből a szörnyű babaruhából, mielőtt Jason ideér! Én akarom! Nem, én! Jaj, te jó ég! Ezt nem vehetem föl! Nem jó rám semmi! Jason nem láthat meg így. Most mit csináljak? Elhalasztom. Megbízlak titeket, hogy menjetek az ajtóhoz és beszéljetek vele. Mondjátok, hogy beteg vagyok, influenzás, és hogy majd máskor. Biztos vagy benne? Valamit kölcsönadhatunk mi is. Kizárt, lányok! Egy hétig terveztem a tökéletes szerelést. Szia, Jason! Sziasztok! Clover készen van. Ő nagyon beteg. Kiütések mindenütt. Sajnálja, de ma nem tud találkozni veled. Ez szoros volt. Bocsánat. Ó, szia, Mandy. Hogy mint? Mennyire béna! És ez Jason beveszi? Jason, várj! Már jobban vagyok! Teljesen elmúlt az influenzám!
Örülök, hogy Clover megint normális lett. A normálisban nem vagyok túl biztos.